Sziasztok! Képzeljétek el, egész idejövet azon stresszeltem, hogy összesen 5 percem lesz arra, hogy ti is élvezzétek az előadást, meg hogy én is. Na most már én is tudom, mit érez az a férfi, akit először hívok fel a lakásomra. Ha nem úgy sikerül, maximum abban reménykedtetek, hogy a többiek szarabbak voltak. Egyébként én úgy kerültem ide, hogy részt vettem egy humorversenyen, és bekerültem a döntőbe. Nem voltam vicces, csak féltek tőlem. Ennek van alapja, mert strong womankedek. Ez ugyanaz a sportág, mint amit Fekete Laci is csinál, mi is kőgolyókat emelgetünk. Csak mi nők vagyunk, meg nem vagyunk olyan sötétek. Most szólnék a férfiakhoz. Ha egy nő azt mondja nektek, hogy nagyon-nagyon sok közös van kettőtökben, kérdezzetek rá, hogy pontosan mikre gondol. Egy dolgot még fontos tudni rólam. Teljes mértékben édesapámra ütöttem. Ami annyit jelent, hogy ő nagy és ijesztően agresszív. Én meg kicsi vagyok és meglepően agresszív. Ezt az agresszivitás leginkább az embertömeg, az éhség meg a fáradtság váltja ki belőlem. Telárulom, tömegközlekedéssel jöttem. Elég fáradt vagyok, meg kezdek éhes is lenni. Tehát lehet előadás végén valakit meg is verek. Mondjuk a hölgyektől fixen erősebb vagyok, de hogy körbenéztem, maradjunk annyi, hogy a férfiaktól is. Köszönöm a figyelmet.